A katasztrófavédelem munkatársai minden évben elvégzik az égéstermék elvezetők ellenőrzését és szükség esetén tisztítását. A vizsgálat célja az esetleges hibák kiszűrése, a balesetek megelőzése. A gáztüzelésű berendezéseknél 2 évente 1 alkalommal, míg szilárd tüzelés esetén évi 1 alkalommal nézik át a kéményeket. Kicsit korábban érkeztek ide a fagyott szentek. Néhányan újraindították a fűtési rendszerüket, hiszen kellően hűvös idők köszöntöttek a hajnalok során. És valóban néhány esetben ki kellett vonulni a megyebeli tűzoltóknak kéményben keletkezett tűzesetekhez. Összességében a megyében január 1-től a mai napig 60 ilyen jellegű káreset történt, amely a korábbi évekhez hasonlítva se nem magasabb, se nem alacsonyabb számot jelent. Az, hogy mégis hogyan keletkeztek ezek a kéménytüzek, a rendszerint néhány szabály be nem tartására vezethető vissza. Tulajdonképpen akkor keletkezik a kéménytűz, hogyha magában a kéményben a lerakódott korom elszulkosodik, és ez meggyullad. Ha amennyiben a korom gyullad meg, akkor az tulajdonképpen egy technológiai folyamat, és egy alacsony hőmérsékleten, viszonylag alacsony hőmérsékleten végülő égési folyamat. A kátrány szurok begyulladása már nehezebb eset, hiszen itt már akár 800 vagy 1300 Celsius fok hőmérsékletről is beszéltünk az égés során. Tehát az első ok az, hogy nem megfelelő tüzelőanyagot használunk, vagy éppen helytelen tűzrakást végeztünk. A második legfontosabb ok lehet a kéménytűz kialakulásában az, hogy a kémény előregedett, vagy az égéstermék elvezető nem megfelelő műszaki állapotban van. Mindezeknek a kiszűrésére, megelőzésére szolgál az, hogyha a kéményseprő végzi a dolgát, tehát magyarul felülvizsgálja, ellenőrzi ezeket az égéstermék elvezetőket. Ha mennyiben gond van velük, akkor ezzel kapcsolatos rendőket megosztja a tulajdonossal, és azok pedig végrehajtják ezeket az intézkedéseket. Az ilyen jellegű tűzesetek a legtöbbször nem okoznak gondot, bár kirívó esetek azért vannak, hiszen könnyen lángra kaphat egy tetőszerkezet. Kéménytűz megelőzés az egy biztonsági kérdés, és nyilvánvalóan minden ember szeret gondoskodni a biztonságáról. A legtöbb esetben, ahogy mondtam, kéményen belül marad a tűz, azon túl nem terjed. Ez az optimális eset is, de sajnos néhány esetben előfordul az, hogy mondjuk egy beépített gerenda a szarufán keresztül, vagy éppen a kicsapódó izzó részek miatt ez a tűz tovább terjed, és akár kiterjedt lakóháztüzet, tetőszerkezet tüzet okoz. Hála Istennek, még egy hangsúlyozó, kevés ilyen eset van, az ördög nem alszik, tehát erre a biztonsági kérdésre fokozott figyelmek kell, hogy legyünk. Ennek érdekében engedjük be a kéményseprőt otthonainkba, a biztonság szempontjából, amely lehet ilyen tűzmegelőzési biztonsági kérdés, de lehet akár légszennyezési, megelőzési kérdés is, vagy éppen energiatakarékossági kérdés. A kötelező díjmentes ellenőrzés a kialakult helyzet miatt szünetel, azonban a kéményseprők a veszélyhelyzet feloldását követően haladéktalanul pótolják az elmaradt szemléket.